Dombováron hosszú sor kígyózott a Mikulás bázisa előtt, ami ezúttal a német ház volt, ahova izgatottan érkeztek a gyerekek, hogy végre találkozhassanak a fehér szakállúval. A Dombovár Kernen baráti kör jóvoltából és a Kernenim Remstáli Testvérvárosi Egyesület jóvoltából. Ők minden évben szánnak ránk annyi összeget, hogy meg tudunk valósítani 300 csomagot gyerekeknek, és még 200-at a felnőtteknek. Miután a szülők kérték, hogy ne sok édesség legyen, így egy nagyobb értékű plüss vagy autó kisebbeknek, ilyen kisbabáknak csörgő, különböző játék. Elég sokan jelentkeztek, és van néhány olyan elkészített csomag, ami bejelentkezésre szólt. Van olyan is, amit szülő hozott ide, hogy adjuk oda a gyereknek helyette. A Mikulás sem maradt ajándék nélkül, a gyerekek versekkel, mondókákkal készültek neki az ajándékokért cserébe. Delre mellj, delre mellj, minden delre fej, krumpli, cukor, csokoládé, raj, de jó, de a virge csodáreknek nem való. A művelődési ház előtti téren egy Mikulás napi koncerttel kedveskedett a legkisebbeknek a Dombó Chips Egyesület, akik az elmúlt időszakban számos kezdeményezéssel igyekeztek segíteni a helyieknek. Egyesületünk évek óta részt vele a kisebb, nagyobb ilyen gyűjtő akciókban. A karácsonyi cipős dobot akciót minden évben szervezünk, illetve szeptemberre készülve az iskola kezdési akciókat is szervezni szoktuk. Idén azonban egy kicsit az időseknek is szerettünk volna kedvezni, így pályázati támogatásból néhány programot sikerült megvalósítanunk. Az egyik ilyen az az ingyenesen hívható zöld számnak a biztosítása, amit most már néhány hónapja meg tudtunk valósítani, és a kolléganő a vonal túlsó végén az időseknek segít különböző szociális problémáikban tanácsadást, információt nyújtani a hivatali ügyintézésben, vagy hogyha csak egész egyszerűen egyedül érzik magukat, akkor hívhatják ezt a zöld számot. Nyilván vannak olyan problémák, amit nem tud ott a helyszínen megválaszolni, ilyenkor visszahívja a telefonálót, utána jár és visszahívja a telefonálót. Aztán a 80 év felettiek részére ajándékcsomagot, tartós élelmiszer csomagot tudtunk biztosítani az idei évben szintén pályázati forrásból. Ez egy társadalmi összefogás keretében valósult meg, hiszen az önkéntesek, civil szervezetek, az önkormányzat együttműködésével a csomagok összeállításában és a kiszállításában is egy ilyen összefogás valósult meg. A csomagok kiszállítása jelenleg is zajlik, de hogy biztosítottuk azt, hogy karácsonyig minden háztartást meg fogja kapni ezt a tartós élelmiszercsomagot. A tavalyi évben terveztük már, hogy a gyerekek számára egy színvonalas koncertet szervezünk, illetve Mikulás csomag kiosztását is. Sajnos ez a Covid helyzet miatt nem valósulhatott meg, így ez az idei évre tolódott át. Így a mai nap során kerül megrendezésre a Csurgó Zenekar gyermekkoncertje, a koncert végén pedig a Mikulás csomagok, mintegy 600 darab Mikulás csomagnak a kiosztása valósul meg, ami szintén önkéntesek bevonásával zajlott, és a kiosztást is diákok segítik. A Dombó Chips Egyesület igyekszik minél szélesebb körhöz eljutni a segítségnyújtással és az általuk szervezett programokkal. Ezzel a szándékkal hívták meg a Csurgó Zenekart is Mikulás nap alkalmából. Én azt hiszem, ez egy nagy feladat a család számára, hogy egy ilyen varázslatot teremtsen a gyerekeknek. Szerintem ez a egyik legjobb nap természetesen a karácsony mögött közvetlenül, hiszen ez egy olyan dolog, amikor a gyermek erre készül és vár valamit. És hogyha a szülő nagyon ügyes, akkor ez tényleg varázslattá tud válni, és ez a lelki feltöltődés mind a család, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek. És most ezt a lelki feltöltődést szeretnénk mi segíteni a Csurgó Zenekarral. Mindenféle játékkal, ahogy szoktuk, interaktívan, ahogy bevonjuk majd a szülőket is. Fáradt lehet, siess azon, és pihenne fél a pont, egész évben gondolj rá, hogy álmod legyen jó. Szerusz fél a pont, szerusz fél a pont.
A koncert végére pedig megérkezett a Mikulás is hatalmas puttonyával, amit tel is tele volt mindenféle finomsággal, amit szétosztott a jelenlévő gyermekek között.